Egy perces néma csenddel emlékeztek meg az orosz-ukrán háború áldozatairól a pécsi közgyűlésen kedden. A polgármester elsőként a Baranyai megyeszékhelyre menekült családok segítésére tett javaslatot. A város parkolási rendeletét kérte úgy módosítani, hogy ne kelljen az ukrán rendszámú autóknak fizetni a várakozásért. Tájékoztatásul elmondom, hogy jelenleg Pécset 8-10 ukrán forgalmi rendszámú gépjármű található a közterület felügyelet becslései alapján, tehát nem beszélünk számos és tömeges igényről. Egy kicsit gesztusértékű is ez a rendelet módosítás, de a gesztusérték mellett azt gondolom, hogy annak a 8-10 családnak, akik elmenekültek otthonaikból a háború következtében, kvázi nagyon-nagyon fontos. Ez volt az egyik első kérése a menekült, ide érkezett autóval érkezett menekült családoknak. Emlékeztetett arra Péterfi, hogy békedíjat kapott a város egykor a délszláv háború menekültjeinek befogadásáért. Ez kötelezi az önkormányzatot, hogy segítsen. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, teljesen egyetértenek a javaslattal. Nem feltétlenül a parkolási rendelet módosítása az, ami méltóvá teszi Pécset a békedíjra, hanem azt gondolom, hogy a pécsiek és egyébként a városvezetésnek az elmúlt hetekben kifejtett tevékenysége is. Én köszönettel tartozom azért a szervezői munkáért, amelyet lehetővé tettek azoknak az embereknek, akik akaratukon kívül, de el kellett, hogy hagyják lakóhelyüket, és úgy döntöttek, hogy ezt az időszakot Pécsen töltik el. A közgyűlésen azonban szóba került több olyan téma, amiben nem volt ilyen egyetértés. Ezekről a későbbiekben beszámolunk.